Motul, a kenőanyagok szakértője, 1853 óta. Az erőmérő helyszínét a Modified Performance Center biztosítja. Igen, ennek az autónak a hangját hallottátok az előző adásunk végén, és biztosan nem mondok nagy újságot, ez egy Volkswagen Type 3-as. Egy olyan autó, ami egy próbálkozás volt a Volkswagen részéről, hogy mit is tudnak a bogár után előrelépni. A hasonlóság a hajtásláncot tekintve az kísérteties, hogy mik vannak a részletekben, azt nézzük meg bent. A magyar autós kultúrába ez az autó nem nagyon szivárgott be. Ismerjük ugyan a bogarat, ismerjük utána a golfot, de a kettő között egy űr volt. Ennek nyilván megvannak az okai, az ország akkori berendezkedése, és ezt inkább Németországban, illetve Ausztriában kedvelték és használták. Végre van egy ilyen autónk is. Nagyon érdekes darab, ez a neve, és a variant az olyan, mint amikor valakinek touringot kötelező mondani, vagy kombit, vagy vagont, tehát egy kombi autóról van szó, ahol itt a variant nevet használták. Az autó farmotoros, és nagyjából ez ugyanolyan felépítés, mint napjainkban egy korszerű elektromos autónak. Itt hátul a motor, előre csomagtartó, frunk, egy front trunk, és nagyjából azért adódik is valami hely. Nézzük meg itt a motort. Egy pár burkolat elmozdítása után, szépen németesen nyitni és angolul is megtaláljuk. Itt a burkolat alatt, ha ki tudom nyitni, de miért ne tudnám, megtaláljuk az erőművet. Egy négyhengeres boxer motorról van szó, ami el van fektetve, léghűtéses, két karburátor eteti ezt a motort, egy kis ügyes szinkron szerkezettel mind a két oldal egy időben kapja meg a gázpedál beállítását. Alapelveiben azért megegyezik a bogárral, de ez csak az alapelv, hiszen szerintem azért nagyon sok eleme teljesen más, néhány ugyan biztosan kompatibilis, de ezt majd biztosan van olyan, aki nálam sokkal jobban tudja. Érdekes még ez az olajfeltöltő, aminek most éppen nincs funkciója, mert hogy ebben egy korszerűbb motor van, méghozzá egy Type 4-es motor, hogy hogyan került bele, és miért is van benne, ezt hamarosan megtudjuk. De azért nézzük egy picit tovább ezt az autót. Ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nemrég került az országba, és az átalakításai legalizáltak. A németországi, mondjuk így kicsit könnyebb műveletek után Magyarországon kellett ezt honosítani, és ment ez a dolog. Akár a fékeket nézzük, akár a kerekeket, akár a motor átalakítást, ez mind-mind működik. A belsejébe szeretnék egy picit mutatni egy-két részletet. Nyilván az ülések sem, hogy is mondjam, korabeliek, és hát a szín az mindent visz. Nézzük meg a kormányt, a kormánymű minden átalakításra került. Nem mondom, hogy ettől korszerűbb lett, de sokkal jobban használható, mint az eredeti. És hát a szín, én úgy gondolom, hogy ezt elég jól észre lehet venni a közlekedésben. Ezeket lehet látni, ezeket tudom róla, a többi részletet tudjuk meg a tulajdonostól. Ugye nem baj, Zoltán, ha Milka jut eszünk be erről az autóról? Egyáltalán nem, ez viszonylag természetes reakció. Én úgy látom, hogy egy kicsit korszerűsítve van a gép, ezt megcsinálta valószínűleg egy előző tulaj. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy talán nemrég került be az országba, és szinte ebben az állapotában jutottál hozzá. Igen, ez így van, ahogy mondod. Ezt 20 éve, most már 22 éve, 2000-ben újította föl a tulajdonosa az ő akkori igényei szerint. Ez azóta így néz ki ez az autó, és azóta volt is élete, sokat használta. Én tőle vettem meg, annyit árult még el, hogy ez úgy tudott túlélni ez a kocsi, hogy ez egy német hadseregben használt autó volt, amit ő onnan vásárolt meg sok évi állás után. Akkor lett atomjaira szedve. Egyébként ugye a színe az ízlés dolga, vita kérdése. A megcsinált dolgok azok viszont egy igényes tulajra utalnak, és én azt gondolom, hogy
Nagyjából ez még akkor készült ez az autó, amikor még jó minőségű alkatrészeket is lehetett hozzákapni. Tehát ez a 15-20 éve Németországban még minden volt ezekhez az autókhoz, ma már azért ez egy nehezebb ügy lenne. A motor ugye az eredetihez képest egy korszerűbb, de mindenképp nagyobb is, meg korszerűbb is talán. Igen, hát kicsit más, ugye ez a Tip 4 névre keresztelt motor, amit alapvetően a transporterekben raktak annak idején, illetve a 914-es Porsche-ekből lehet ismerős, de azt kevesen tudják, hogy volt még ez az autó és a Golf között egy tiszavirág életű modellje a Volkswagennek, ami hasonlóan nézett ki a 411-412, az már egy önhordó szériás autó volt, és annak volt a Tip 4 a motorja gyárilag. Azért is Tip 4 a neve innen jön, mert innen eredeztethető. Aha. És ez annyira gyakorlatilag egy természetes mérnöki evolúciója a bogárban, karmanokban és minden egyébben buszban használt Tip 1 motornak. Egy erősebb, robosztusabb, kicsit korszerűbb, de ugyanúgy léghűtéses négyhengeres Boxster. És ez annyira bejött a 411-412-ben, hogy utána elkezdték a buszokat is ezzel árulni, illetve ahogy mondtam, a 914-es Porsche-k is ezt kapták meg. Ezek 1.7-es, 1.8-as és 2.000-es hengerűrtartalommal voltak elérhetők. És ez? Ez egy 1.8-as motor. Uh-huh. Legalábbis ezt mondta róla a tulajdonos, és ez van a papírokban. Nem tudom. Én közel 20 éve bogarazom, ez alapján nem tudnám megsatszolni, hogy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert ilyen 65 és 100 lóerő között szórtak azért a teljesítmény szintjei ezeknek a motoroknak, és nagyon más alkatrészek kerültek bele attól függően, hogy ez személyautóban volt, transporterben volt. Én egy picit azt gondolom, hogy ez egy transporterből kerülhetett bele ez a motor, mert nyomatékos, de nem egy izgága természet. Látszik valóban, hogy nagyon hogy egységes, gyárias benyomása van a motor beépítésének. Igen. Biztos egyszerű is, tehát azért gondolom, főméretek megegyezhetnek. A főméretek megegyeznek, de például a lemezelése az igen trükkös, és amikor kint megnéztük ezt az autót barátaimmal, akkor nekünk is ez volt a benyomásunk, hogy ezt nem csak úgy belehányták, aha, hanem ezzel azért dolgozgattak. Tehát mire az összes lemez a helyére került, minden úgy elférte, hogy annak el kell férnie, hisz ugye ez az autó ezzel a motorral soha nem volt gyári állapotban. Az elején láttam valami érdekességet, olajhűtő talán? Igen, így van. Kell bele? Fogalmam sincs. Így volt. Én azt gondolom, hogy nem véletlen rakhatták bele. Az minden esetre megnyugtató, hogy így eleve több olaj fér a rendszerbe már, mint magába olajhűtő nélkül a blokkba is, a Tip 4-es blokkba. Közel egy literrel nagyobb olaj befogadó képessége van, mint a bogárénak, és ez még nagyjából egy 4-5 decit biztos hozzátesz, tehát ha másért nem, akkor ezért jó, van rajta egy termosztát, hidegen nem engedi ki, melegen ilyen 80 fok körül előre engedi. Én szerintem ez pont azon a határon van, hogy vagy kell, vagy nem. A vonóhorokból és az eladóval történt beszélgetésből viszont egyértelműen kiderült, hogy volt élete az autónak, nagyon sokat használták és lakókocsit vontattak vele, úgyhogy szerintem ez adta az ötletet, hogy biztos, ami biztos alapon legyen kint egy olajhűtő. Illetve ha belegondolunk, hogy megmaradt az eredeti váltója? Igen. Hogyha még egy kicsit nagyobb a teljesítmény, nincsen hosszabb fokozatom, akkor valószínűleg sokat is pörög a motor, és hát Németországban, ha elszaladsz néhány száz kilométert autópályán, az egyáltalán nem különleges, szóval talán ott igen, is kell a jobb hűtés. Pláne ezzel a kerékmérettel, ami jelenleg rajta van, ez egy picit a gyári átmérő alatt van, úgyhogy én úgy nézegettem, hogy ez körülbelül egy ilyen 400-500-al többet forog adott sebességnél, mint ahogy ez gyárilag a mérnökök megtervezték. De egyébként szerintem ezekre az autókra úgy nagyjából elmondható, hogy 110-120-at szeretnek utazni, most mindegy, mit tudna az autó, én ennyit szeretek benne utazni, mert fölötte azért ez már egy más világ. Bogár után milyen változás ez? Nagyon más. Azt tudni kell, hogy nekem volt két bogárhátum, egy 1003-as is, meg egy 1302-es is, tehát mindenféle futóművel van viszonyítási alapom. És ez egy teljesen más világ, sokkal kulturáltabb, sokkal finomabb, sokkal kifinomultabb az egész mechanikája az autónak, és ezt én úgy vettem meg ezt az autót, hogy nem tudtam kipróbálni egyet se. Tehát én vakon repültem mondhatni azok alapján, hogy
mik a benyomások róla, meg mit hallottam ismerősöktől. Én nagyon szerettem volna egy olyan autót, ami a családi vonallal jobban összeegyeztethető, mint a Bogaram, illetve egy ilyen igazi kirándulós, találkozóra járós, amiben nem kell cipőkanállal, így van pakolni, és emiatt egyébként én kimondottan a kombi karosszériára vadásztam, ugye ez három karosszéria változatba készült. Csapotra emlékszem. Igen, az gyakorlatilag a három gyufás doboz egymáson, ugye a klasszikus Trabant forma egy kicsit nagyobb, és volt egy ilyen legömbölyített hátú a fastback, uh-huh. ami meg mondjuk a 850-es Fiatra uh-huh. hajazhat egy kicsit nagyobb méretben. Ebbe biztos van hely, ott a jó kis motorod, olajhűtőnk van, mit remélsz tőle, mennyit tudhat? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy ez inkább egy buszmotor, ami vezérműtengelyben... De mégiscsak két karbis. Mégiscsak két karbis, de ez is két egytorkú karburátor. Aha. Tehát ugye egy ilyen motorhoz azért, amikor elkezdenek egy picit hozzányúlni, az első dolog az, hogy hengerenként legyen megetetve. A második a vezérműtenge, és egyébként tehát a blokkal magával el lehet menni ilyen 140-150 lóerőig szerintem könnyedén, de ahol a Porsche meghúzta a határt ebbe a 100 lóerőbe, szerintem ott van még az élhető, és nem nagyon érzékeny, nem nagyon hangos, nem nagyon sokat fogyasztó motor határa. Ez biztos nincs ennek a közelében. Szerintem a forgalmiban szereplő 85 lóerőmet se fogja tudni. Én egy 70-75 közé tippelem. De igazából ez nem az az autó, ami azért van itt ebben az adásban, hogy legyen minél több, és probléma, ha nincs meg a szám, nem hanem a csúcsokat szeretném döntjük. Tudni, hogy mit vezetek, így van. Na, így és van. Akkor... Meddig pörgessük? Ebben biztos nincs fordulatszámkorlátozó. Ebben nincs. Hát, amíg szeretnétek, szerintem érezni fogjátok, én azt gondolom, hogy ilyen 5000-5500-nél nem érdemes ezt tovább forgatni. Körülbelül azt tudom. Nem olyan a karaktere. Igen. Tehát hát, egyáltalán majd ezt érezni fogjátok, és szerintem ezt a görbe is meg fogja mutatni. Tényleg kíváncsi vagyok, mert ez a technika ez nagyon ritka, és ahogy mondtam, majdnem olyan az elve, mint egy korszerű elektromos autónak. Ott hátul a hajtás dolgai, elő van egy kis csomagtartó, hátul is van még egy. Majdnem egyterű, ugye? Kis túlzással. Igen, hát sikba hajthatók az ülések, én ebben már elég sok dolgot szállítottam itt egy éves pályafutása során. Az nagyon tetszett, hogy a fékek sem gyárják rajta, hanem egy tüfös elő-hátul tárcsafék van alatta. Meg lehet állni vele. Pont annyival jobb, mint egy gyári, ami nekem így nagyon, nagyon szimpatikus irány, de nincsen túl. Misztifikálva a dolog szerint. Nehezen tudnék tippelni, szép hangja volt, nem füstölt, könnyen be lehetett vele jönni, ezek mind rendben vannak. Hát gyakorlatilag te tudsz erről a legtöbbet, tehát te állsz ehhez a legközelebb. Sincs. Nézzük meg ez a 70-75 lóerő, hogy jön össze. Én ide várnám, aztán lehet, hogy meglepődünk. Kezdjük. Nézzük, mit mutat ez az autó a padon. Négy henger, boxer, léghűtés. A mérés sikerült, könnyebben, mint gondoltuk, és szerintem senki nem fog bánkódni, úgyhogy hivatalosan is megmérve, és most már tudjuk, hogy mennyi az eredmény, és nem sokára ki is elemezzük.
Köszönöm hogy elhoztad nekünk. Köszönöm a meghívást. Volkswagen Tipp 3. Sikerült a mérés, viszonylag könnyű volt, nem fogta le a szervó, az ABS semmi, sávtartó asszisztenssel nem volt problémánk, igazi analóg szerkezet, ennek megfelelően. Ahogy hallottam is, tényleg nagyon alacsony a zajszint. Én meglepődtem, hogy ez egy, nincsenek remegések, nincsenek rezgések, és egy kellemes, alacsony frekvenciájú zaj jön át, egyáltalán nem zavaró, és el tudnám képzelni vele, én is azt, hogy egy kicsit utazok vele 100-110-120-as tempóval, mert hogy ehhez van elegendő teljesítménye. De mennyi? Hát, nagyon pozitív meglepetés lesz. Ez az autó 99,4 lóerőt tudott. Érződött, hogy nem vérzik a szeme, amikor neki kell futni a görgőknek, könnyedén tudta gyorsítani. Harmadikban mentünk, és azt gondoltuk, hogy hát lehet, hogy ez a 85 lóerő, ez majd egy végtelen hosszúságú mérés lesz. Nem így volt, nagyon gyorsan felpörgött, egészen jól, és érezni azért, hogy hosszú az áttétel, de nem gondolkozott sokat. 1500-től terheljük a motort, 2000-nél már ott tartunk, hogy megvan a 120 Nm-ünk, ugyanis a maximális nyomaték az közel 150 Nm lett, 3200-nál, tehát itt valahol alul, és a teljesítmény görbénk az gyönyörűen szépen emelkedik, és nem akart elfogyni, mi azt gondoltuk, hogy azért nagyon hamar vége lesz, de még 5500-nél is ott vagyunk a teljesítmény csúcs közelében, tehát a 99,4 közelében, szerintem az inkább ilyen 99 lehet, és még utána is menne, nyilván, ahogy megegyeztünk, ott megpróbáltunk kikuplungolni, ennyi lett belőle, tehát olyan 5700-ig pörgettük el. Nem fogy el az erő alul sem. Természetesen egy torkú a karbid, de azért azok a torkok elég nagyok, 2 darab van belőle, tehát van áramlás, és már azért relatív alulról is 2000-es, 1800-as fordulatról megjön a nyomaték. Apró hullámzás van, de szerintem egy ilyen öreg autónál ki tudja hány kilométer van benne, és hát a motor pontos eredetét sem tudjuk. Ezek az apró hullámzások teljesen elfogadhatóak, és érződik, hogy kis gázon, illetve nagy gázon sincs semmilyen bántó megtorpanás, rángatás, és igazából nagy gázon sem lesz ordító a hangos. A motor gyönyörűen húz. Nekem ez nagyon tetszik, nem tudom elrejteni a mosolyomat. Te mit szólsz hozzá? Hát én is így vagyok ezzel, és nagyon örülök, hogy végre kiderült az igazság. Ez jóval több, mint amit vártam, és hát tényleg csak azt tudom mondani, hogy akkor ebbe jól belenyúltam ebbe az autóba, örülök, hogy sikerült egy ilyet vennem, ez kész van, össze van lőve, működik. Ezt úgy eddig is éreztem rajta, de így egy kicsit bátrabban fogom húzgálni a bajszát is. Nyugodtan, én is azt gondolom, hogy lehet. Indul, szépen veszi a fordulatot, ugye egy kicsit lehűlt, bemelegítettük. Ezzel már azért tud szerintem vontatni is, hogyha szükséges, de akár a nagyobb sebességhez is ugye nekünk a teljesítmény kell, és azt gondolom, hogy a hosszú áttétellel, tehát a 4 fokozatú, de ugye a hosszú áttétellel egész jó végsebességet lehetne elméletileg elérni, lehet, hogy ez a német tulaj az lehet ki is használta ezt a dolgot. Hát lehet, hogy ő kihasználta, nekem ez az autó, ez azt a célt fogja szolgálni, és ezért is szerettem volna ilyet venni, hogy külföldi találkozókra el tudjak vele járni, 3-4 fővel, ez szerintem most minden adott ehhez. Úgyhogy nagyon örülök, köszönöm a meghívást. Kényelmesen örülök, tudja. Hogy kiderült végre, hogy miben ülök. Igen, kiderült, és pozitív lett és szerintem. És ez nem buszmotor, ez szinte biztos. A forgalmi nem hazudik. Nézd meg, nem esik be a nyomaték, tehát gyakorlatilag 5000-ig meg tudjuk tartani ezt a 140 Nm-es nyomatékot. Ott kényelmesen, ha nem is pörgetett túl, ott megvan a nyomaték, húzod a következőt, így kicsit visszaesik, de folyamatos erővel megy. Nagyon jó érzés volt így a padon is benne ülni, gondolom élőben is jó lehet. Utcán is nagyon jó, valószínűleg ezt tréfelt meg, hogy már ilyen hamar van ennyi Nm, mert ettől alul nagyon erősnek érződött, de felül sem rossz. De felül sem rossz. Izgalmas volt, a színéhez külön gratulálok. Biztos sok rajongója van, és hát közlekedés biztonságilag is jó, mert hát hamar. Igen, látható. Még tanulom hordani a színt, de rajta vagyok az ügyön. Lehet, hogy hozzá kell öltözni, nem? Talán majd... Igen, bár ezben már ruhát is kihívás ilyen színbe venni, úgyhogy megösz a tippet. Divat elmúlt. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy elhoztad, sok örömet szereztél nekünk, tényleg egy izgalmas köszönöm autó volt. Ezt rólatok is elmondható, mert én is boldogan megyek haza. Nagyon örülök. Látjátok, milyen izgalmas adásaink vannak, ha kíváncsiak vagytok a továbbiakra, akkor iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, nyomjátok meg az értesítési gombot,
mert nagyon sok érdekes autót hozunk nektek. Ennyire érdekes ez az autó, hogy készül róla még egy gyors fénykép, mert erre mindenki büszke lehet. Úgyhogy várunk benneteket. Sziasztok! Ez az a piros autó, amit már nagyon vártunk, egy Nissan GT-R, és megtudjuk, hogy valóban gyorsabb-e a piros autó. Ha kíváncsi vagy, hogy mit tud a Modified Performance Center padján, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési gombot. Izgalmas lesz!